Szeretettel köszöntöm Önöket, boldog húsvéti ünnepeket kívánok. A Friss Magyar Hang címlapján Bér Miklós nyugalmazott váci püspök beszél a Magyar Katolikus Egyház, illetve a magyar keresztények helyzetéről, a magyar kereszténység helyzetéről, arról, hogy hogyan kellene viselkednünk nekünk valóban komolyan keresztény híveknek a mai Magyarországon. Az igen tanulságos interjún kívül több húsvéti anyagunk is van, ezeket is jó szívvel ajánlom a figyelmükbe. Azonban, ha már interjúról van szó, nagyon sok érdekes interjú közül kiemelném Berettyán Nándorral készült anyagunkat. Tudják, ő a Petőfi filmnek a főszereplője, mint Petőfi Sándor, és azt tudnám mondani önöknek, hogy az interjú sokkal jobb, mint ahogy a film szerepet eljátszotta. Mindenképpen ajánlom elolvasni, nagyon érdekes, és emberközeli arcot kapunk az anyagból Berettyán Nándorról. Közéleti interjúink sorában nagyon fontos, hogy Vitézi Dávidot alaposan kifogadtuk arról, hogy mit gondol arról, hogy ő milyen főpolgármestere lenne Budapestnek. A fővárosi olvasóknak ez nagyon fontos anyag, és nem csak a fővárosi olvasók találnak önkormányzati anyagot a lapunkban, hanem elkezdtünk egy önkormányzati választási előzetes sorozatot is. A mostani számban 4 budakörnyéki településről olvashatnak, hogy ott mi várható. És sok anyagunk foglalkozik a legaktuálisabb kérdéskörrel, a Magyar Péter, Varga Judit féle botránnyal. Ajánlom figyelmükbe azért is ezeket az anyagainkat, mert mi nem a házasság körüli cirkuszról beszélünk, hanem a dolog érdemi részéről, mindarról, amit Magyar Péter fölplankol a magyar állam működéséről. Köszönöm a figyelmüket!